Egymással beszélgetve kocognak a bemelegítésnél a vármegyei amatőr válogatott bőkeretének játékosai. A Nyíregyházi Városi Stadion műfüves pályáján első alkalommal tartott edzést a csapatnak a Kis Tamás Piskóti Zsolt edzőpáros. Előbbi játékosként és másodedzőként már többször képviselte a megyét, ezúttal pedig már ő a szakmai munka első számú felelőse. Először is szeretném megköszönni Vaka Árpád megyei szövetségünk igazgatójának a felkérést. Nagy megtiszteltetésnek érzem ezt, hiszen véleményem szerint teljesen mindegy, hogy milyen válogatottról beszélünk. Egy válogatott meghívó, legyen az játékos, legyen ez edző, az mindig egy megtiszteltetés. Amint megkeresett az Árpi, igazán sokat nem kellett gondolkoznom rajta, hogy kivel szeretném ezt a nemes feladatot idén ellátni. Rögtön Piskóti Zsoltot választottam magam mellé. Hasonló a gondolkodásunk, és ezért egyértelmű volt, hogy rá fog esni a választásom. Maga a keret kialakításában egyértelmű, hogy nézzük azt, hogy kik azok, akik folyamatosan jó teljesítményt tudnak nyújtani, illetve nem utolsó szempont az sem, ahogy akik már többször részt vettek ezen a megye válogatott tornán, most is a csapatnak a 80%-a legalább egyszer vagy kétszer már hasonló tornán részt vett. A 23 játékos számláló bőkeretbe 6 csapatból érkeztek futballisták. Legtöbben, 9-en a Máté Szalkai MTK-t képviselik. Mindenki megtiszteltetésnek vette azonnal, hogy mikor felkértük, hogy vegyenek részt velünk ezen a tornán. Mindenki, mondom, azokat kivéve, aki munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni rajta, mindenki azonnal nagy örömmel és megtiszteltetésnek vette, hogy megkerestük. Ez mindig egy felemelő, mert tényleg azt mondom, egy megyét képviselünk. Mindig szeretnénk egyik legeredményesebben végezni a tornán. Hál' Istennek azért nagy többségében magas elejtezőt azt mindig sikerre szoktuk venni, nyilván az országos döntő az már egy más kávéház, de mindig jó közösség, jó hangulat, tényleg ahogy említetted, játékosok ismerik egymást, lehet nagyon sokan akadémián együtt futballoztak, úgyhogy egy nagyon jó közösség szokott rögtön kialakulni már az első edzésen. December 2-án és 3-án a szabolcsiak mellett Hajdú, Borsod, Heves és Nógrád vármegye csapatai lépnek pályára Nyírbátorban. Mindenki játszik mindenkivel, a mérkőzések 2x30 percig tartanak. Aki megnyeri ezt az első kört, ezt a selejtezőt, ugye összesen 4 terület van az országban, a 20 megyét ugye 4-5-ös csoportra osztották, és a 4 győztes az a következő hétvégén, december 9-10-én Pest megyén, egyenlőre még nem ismert helyszínen fog egymással megmérkőzni, és ott a 4-es döntő győztes pedig majd a jövő évben képviselheti Magyarországot az Amatőr Európa Bajnokság selejtezőjében. Az, hogy pontosan ez hol kerül szervezésre és kik lesznek az ellenfelek, ez még a jövő zenéje, ezt még nem tudjuk. A szabolcsi válogatott tagjai még 2 közös edzésen találkoznak, és egy Spari 2 elleni edzőmeccsel hangolnak majd a nyírbátori selejtező tornára.